A független kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát 1947. február 25-én a szovjet hatóságok letartóztatták a kommunistákkal szembeni kiállása miatt, majd a Szovjetunióba vitték, ahol 8 évet töltött fogságban. Ez volt az első lépés, ezután a kommunista párt folyamatosan iktatta ki az ellenszegülőket és haladt az egypárti diktatúra felé. Az eset a demokrácia és a szabadságjogok semmibe vételének jelképévé vált. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000-ben elfogadott határozata alapján február 25-e hivatalosan is a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Ma már egy olyan korban élünk, ahol a most felnővő, pláne fiatalok nem találkoztak már azokkal, hál' Istennek, azokkal a szörnyűségekkel, amelyeket korábban a kommunizmus ideje alatt itt Magyarországon is meg kellett élni és át kellett élni, de mégis azt hiszem, hogy nagyon fontos üzenet az, amit nekünk továbbítanunk kell, hogy igenis emlékezzenek és legyenek tisztában azzal, hogy milyen szörnyűségek, milyen méltatlanságok történtek és hogyan tiporták páros lábbal az emberi jogokat a kommunizmus diktatúráinak évei alatt. Egyes becslések és kutatások alapján körülbelül 100 millióra teszik a kommunizmus áldozatainak számát a világon, ebből több, mint 1 millióan haltak meg Kelet-Közép-Európában, éhínségben, kényszermunkatáborokban vagy kivégzés által. Ez a nap nem csak a megemlékezésről szól, hanem az emlékeztetésről is. Kifejezetten fontos ezen belül az, hogy a mai fiatalok tájékozódhassanak arról, hogy bizony a nagyszüleik világa az egy sokkal nehezebben próbálóbb világ volt, mint amelyben ők élnek, és ennek az emlékeztetésnek és emlékezésnek ezáltal az is egy nagyon fontos célja, hogy mindenki előtt, fiatalok előtt is ott lebegjen az, hogy bizony ezt a világot el is tudjuk rontani mi emberek, hogyha nem úgy és olyan módon élünk és engedünk a zsarnokságnak, engedünk a külső nyomásnak, akkor bizony az a nyugalom és az a biztonság, ami Magyarországon megvan, az könnyen megváltozhat. Az ünnepi műsor követően a résztvevők megkoszorúzták a szovjet táborokba hurcolt honfitársaink emlékére állított napkori emlékművet.